Farkasné dr. Pigniszki Katalin ügyvéd tájékoztatását hallhatják az ajándékozás fő szabályairól. Köszöntöm a kis TV nézőit! A mai jogi percekben a karácsonyi ünnepek közelettével a megszokott család jogi és vagyójogi témáktól kicsit eltérve az ajándékozásról szeretnék beszélni, kérem fogadják szeretettel! Amikor decemberben azon törjük a fejünket, hogy mivel lepjük meg szeretteinket karácsonykor, Bizonyára nem az ajándékozás jogi vetületén gondolkodunk. Jogi szemmel az ajándékozás a saját vagyonunk terhére egy másik személy részére történő ingyenes juttatás. A PTK az ajándékozási szerződést a következőképpen határozza meg. Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott, a dolog átvételére köteles. Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni. Láthatjuk, hogy az tárgya lehet ingóság és ingatlan is. Lássuk, mit kell tudni az ingóság ajándékozásáról. Ingóság ajándékozása alatt az ingó dolog ajándékozását és a készpénz ajándékot kell értenünk. Az ajándékozást létrejöttéhez szükséges, hogy a megajándékozott az ajándékot elfogadja. Ingóság esetében ez jellemzően ráutaló magatartással, azaz az ajándék átvételével történik. Mit kell tudni az ingatlan ajándékozásáról? A legfontosabb szabály, amelyet az előbb már hallhattak, hogy ahhoz, hogy az ingatlan ajándékozás földhivatali bejegyzést nyerjen, az ingatlan ajándékozási szerződést írásbeli, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. Az ingatlan ajándékozására jellemzően szülő-gyermek vagy testvérek között szokott sor kerülni, de nem kizáró ok, ha az ajándékozó és a megajándékozott nem állnak rokonságban egymással. Fontos tudni viszont, hogy amennyiben termőföldet szeretne valaki ajándékozni, és ide kell értenünk a tanya ingatlanokat is, azt csak közeli hozzátartozója, azaz szülője, gyermeke, testvére, házastársa részére teheti meg, ugyanis a hatályos földforgalmi törvény nem teszi lehetővé, hogy termőföldet a családján kívül, Másnak ajándékozzon valaki. Az ingatlan ajándékozás kapcsán tudni kell, hogy annak öröklési jogi vetülete is van, mégpedig a köteles rész kapcsán. Nem tartozik többek között a köteles rész alapjához az örökhagyó által a halálát megelőző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes adományértéke, és a szokásos mértéket meg nem haladó ingyenes adományértéke. Tehát, ha végintézkedéssel köteles részre szorítja valaki a leszármazóját, majd az ingatlanát elajándékozza, és tegyük fel három év múlva meghal, akkor a köteles rész alapjához hozzá kell számítani az ingyenes adomány, tehát az ingatlan értékét. Ha az örökhagyó az ajándékozást követően például 13 év múlva hal meg, akkor már nem kell hozzá számítani a köteles rész alapjához. Az elajándékozott ingatlan értékét. Amit még az ajándékozásról ingó és ingatlan ajándékozás esetén egyaránt fontos tudni, az az, hogy az ajándék visszakövetelhető. Amikor valaki ingatlant, nagyobb értékű ajándékot ajándékozza megajándékozottnak, nyilvánvalóan nem az forog a fejében, hogy egyszer majd visszaköveteli. Viszont a jövőben senki nem lát. Előfordulhat, hogy a felek között sok év múlva súlyosan megromlik a viszony, vagy az ajándékozó olyan élethelyzetbe kerül, hogy kénytelen visszakövetelni az ajándékot. De mit mond pontosan a PTK? Mikor lehet visszakövetelni az ajándékot? A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt Létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. De mit értünk ez alatt? Például egy súlyos betegséget nem láthatunk előre. Vagy itt volt nemrég a COVID-járvány, amely szintén előidézhetett létfenntartást veszélyeztető állapotot. A következő ok a visszakövetelésre a jogszabály szerint: ha a megajándékozott, vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket. De mit értünk az alatt, hogy súlyos jogsértés? A súlyos jogsértés esetén példaként a bűncselekményekre, például bántalmazásra, vagy személyiség jogsértése, becsületsértése kell gondolni. Tehát egy sima haragszomrád nem elég a visszaköveteléshez. De mikor lehet még visszakövetelni az ajándékot? Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen megjósult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Klasszikus tankönyvi eset például, hogy a szülők nász ajándékként ingatlant ajándékoznak a fiatal pár számára, viszont a házasok később elválnak. Itt a szülők hivatkozhatnak arra, hogy az ajándékot azzal a feltevéssel adták, hogy az nem csak a gyermekük életkezdését könnyíti meg, de a majdani unokájuk életét is gazdagítja. Mivel a vállással ez a korábbi körülmény meghiúsul, az a bíróság szerint az ajándék visszakövetelésére adhat alapot. Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyi belépet érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá, ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem követeli vissza. Szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye. De mit kell még tudnunk az ajándékozásról? Az ajándékozás egy ingyenes jogügylet, azaz az ajándékozó nem kap ért ellenértéket. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a megajándékozott, mint vagyonszerző, vagyonszerzési illeték fizetésére lehet köteles. De mi az ajándékozási illeték tárgya? Egyrészt ingatlan ajándékozása, másrészt ingó ajándékozása, harmadrészt vagyoni értékű jognak, például haszonélvezeti jognak az ingyenes alapítása. Az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték al alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingatlan forgalmi értéke a 150 ezer forintot meghaladja. Az ajándékozást ilyen esetben a megajándékozott félnek 30 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatósághoz. Tehát, aki az élettársától, kedves ismerősétől karácsonyra egy nagyobb értékű telefont vagy ékszert kap, az tartsa észben, hogy az ajándék után illetéket kell majd fizetnie. De lássuk, mekkora mértékű az ajándékozási illeték. Az ajándékozási illeték általános mértéke, ha a törvény másként nem rendelkezik, a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18 százalék a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni, értéki, vagyoni, értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%. Ami viszont jó hír, hogy az egyenesági hozzátartozók, házastársak és a testvérek között az ajándékozás illetékmentes, nem kell a megajándékozottnak vagyonszerzési illetéket fizetnie, úgyhogy nyugodtan ajándékozzanak karácsonykor a családjuk körében. Végezettől megragadom az alkalmat, és ezúton kívánok a Kistelek TV minden kedves nézőjének áldott, békés karácsonyi ünnepeket. Köszönöm a figyelmet! Rómába látogat a Betlehemes csapat. Erről és a csapat terveiről kérdeztük Harmat József oktatót. Rómába látogat a kis teleki csapat egy része, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Harmad József hitoktatót, köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről és a következő időszakról. Hát nagyon nagy öröm hír írt bennünket. A tavalyi Betlemesünk kapcsán ugye megnyertük, aranycsapat lettünk, ott részt vettünk már a nyolcnapos jutalom táborozáson Horvátországban az Adriai tenger partján, és amikor hazaértünk, utána kaptunk egy új e-mailt, és tudatták velünk, hogy Ferenc pápa meghívására január 1 a Szent Misén, a Béke Világnapján részt vehetünk, és Ferenc pápa mellett fogunk ülni a Szent Péter Székes Egyházban ezen a Szent Misén, és együtt imádkozunk a békéért. Hát ez azért tartjuk ma nagyon nagy dolognak, mert a béke az úgy látszik, hogy a világban ma nagyon kulcsfogalom lett, mert a világban éppen tegnap előtt a televízió hozta, hogy 200 valahány helyen folyik a világban valamiféle háború és harc, tehát nagyon nagy szükség van azért, hogy a békéért az emberek kiálljanak. Hát tavaly mi már itt megtettük a kisteleki templomban, amikor a hangversenyen, a karácsonyi hangversenyünkön a gyerekekkel és felnőttekkel együtt elénekeltük a béke énekét. Most újra erre készülünk majd, de január 1-én ott Ferenc pápa kifejezetten azt kérte, hogy ez a nap, mivel a béke világnapja, a gyerekekkel úgy vegyünk részt, hogy vigyük el Magyarországot képviselve a mi felajánlásainkat, hogy mit szeretnénk, kikért szeretnénk imádkozni. Mi most ez idén ugye elindulunk újra ennek a jó hír kapcsán felbuzdulva hetedszer is a nemzetközi betlemes versenyben, és ugyancsak maradunk Kárpát alján, az árván maradt gyerekek javára fogunk adományokat gyűjteni, úgyhogy a kis dobozok már kikerültek a városba, és várjuk az adományokat egészen január végéig, gyűjtünk. Hát tavaly nagyon szép összeg került a dobozokba, 580 ezer forintot tudtunk ezeknek a gyerekeknek a megsegítésére küldeni, és az is nagyon szép dolog, hogy megkaptuk a visszajelzéseket onnan azokból a kis falvak, Ava eljutott a kisteleki embereknek az adománya, hogy iskolákra fordították az iskoláknak a, felújítására, rendbetételére ezeket az összegeket, hát ebben ez évben is erre törekszünk, hogy ott a gyerekek békében, idézőjelben békében tudják kezdeni az új esztendőt az iskolában, mert nagyon sok árva gyerek van, ahol például tudjuk azt, hogy az iskolákban az igazgatók gondoskodnak ezekről a gyerekekről, mert a Kárpátalján ugye ott az ottani kormány a magyarokat nem igazán segíti. Mit tudhatunk az ezévi versenyről, mik a pontos feltételek, és minek kell megfelelni? Hát újra az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány írta ki a versenyt. A feltételek nagyjából ugyanazok. A változás annyi ebben az évben is, hogy a pontozás zajlik nem csak a verseny előadásain kapott pontokért, ahol a jelmezekért, az énekekért, a pásztortáncokért, a ruhákért, a kellékekért, tehát minden a szövegmondásért, a szövegátélésért rengeteg pontot lehet gyűjteni, de a legtöbb pontot, ugye a digitális világban élünk, a Facebookon megjelent kisteleki betlemezők csapat oldal, ami majd tavaly is tavaly óta él, azon minden előadásunkat, cikkünket, ami megjelenik, közöljük, és minden megosztásért és lájkolásért rengeteg pontot tudtunk gyűjteni. Hát 2500 ismerőse van most már a betlemezők csapatának, úgyhogy tavaly is így nagyon sok pontot tudtunk ezekkel a lájkolásokkal, megosztásokkal szerezni, úgyhogy arra buzdítok mindenkit ebben az évben is, hogy segítse bennünket a gyerekeket, és hogy minél többet osszák meg ismerőseikkel ezeket a gyönyörű előadásokat és a megjelent cikkeket az újságokból, mert minden pontot ér. Az előadásokban pedig öt előadást kell teljesíteni minimum, hát ez nekünk bőven meg lesz a felkéréseknek megfelelően. Nagyon örülök annak, és hálás vagyok, hogy a kisteleki emberek már 30 éve tényleg betlehemezek a gyerekekkel, hogy ennyire a szívükben őrzik a betlemező gyerekeket, és szinte minden civil szervezet, egyesület meghív bennünket karácsonyra, és már októberben kapjuk a felkéréseket, hogy ugye készültök, ugye jöttök hozzánk, mert nálatok szebbet nem nyújt nekünk senki. Hát Jézus születésénél szebb örömhír karácsonyra nincs, úgyhogy ezt visszük mindenhova ebben az évben is. Úgyhogy most december 11-től még januárban is betlemezni fogunk az óvodásoknak majd, úgyhogy tehát csináljuk és tesszük a dolgunkat, mi igazán a békért kampányolunk ezekkel a gyerekekkel, hogy karácsonykor ne a rohanás, ne a, az üzleti érdek legyen a fontos és a bevásárlás, hanem hogy álljunk meg. Nem az a fontos, hogy mennyire van tele a hasunk, meg mennyire tudtuk a családi otthonunkat földíszíteni, hanem az, hogy el tudok-e csöndesedni, lelki békére tudok-e ezekben a napokban találni, mert Jézus ezt akarja nekünk közvetíteni. A mai rohanó világban, amikor mindenütt ugye a bombák zuhognak a világban, itt elég zaj van, a háború zaja, nem engedi elcsendesedni az embereket, akkor legalább itt kisteleken örüljünk annak, hogy véke van, és hogy szeretetben tudunk ünnepelni. Úgyhogy erre buzdítok mindenkit, hogy álljon meg, jöjjön el ide a templomba. December 21-én a Városi Karácsonyi Hangversenyre, ahol mi együtt szeretnénk ovodásokkal, gimnazistákkal, általiskolásokkal, nyugdíjasokkal ünnepelni, családokkal, és zengjük együtt újra a béke énekét. Ez délután 5 órakor kezdődik itt a templomban, 21-én. Nagyon kérek mindenkit, jöjjenek el, mert olyan gyönyörű volt tavaly, és megható, ismételjük meg ezt a gyönyörű karácsonyt együtt csináljuk meg ezt a karácsonyt. A másik pedig december 25-e karácsony napján délelőtt 10 órakor mutatjuk be a városnak a gyerekek által előadott betlemes előadást, ahol közel 100 gyerek szerepel benne megint, és ma egy olyan mai Betlemesünk egy olyan mondani valót fog hordozni, ami hát igazán megható. Nem akarok elárulni részleteket, ezt meg kell élni. Jöjjönek el minél többen, ahogy itt tavaly is tele volt a templom, és már alig fértünk be. Én ezt szeretném, hogy érezzék meg az emberek, hogy ez az igazi ajándék. Jézus tud nekünk biztosítani békét, szeretetet. Ha valaki ezt megéli, átéli, annál nagyobb ajándék nem kell. És ez ma a világban a legfőbb, ami hiányzik. Átvent idején is vigyázunk otthonunkra. A katasztrofa védelmi igazgatóság tájékoztatását hallhatják. Advent idején is vigyázunk az otthonunkra. Az adventi időszak az ünnepi készülődés időszaka. Viszont ha nem figyelünk, könnyen a tűzoltókra várakozás időszaka lehet belőle. Decemberben naponta átlagosan több mint 20 otthon gyullad ki, vagyis szinte minden órára jut egy lakástűz. Az ilyen esetek kockázatát növeli, hogy hétvégén meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. Évente 50-60 otthonban csapnak fel a lángok adventi koszorú miatt. A házilag készített adventi koszorúnál már az alapanyagok kiválasztására célszerű odafigyelni. A gyertyákat egy, a gyertyánál szélesebb fém alátétre is tegyük. Kerülje a fa, műanyag vagy papír alátéteket, mert ezek éghetőek. Ha a koszorúra textil, fa vagy műanyag díszeket helyezünk, azokat a gyertyáktól távolabbra helyezzük el. Az égő gyertyákat sose hagyjuk felügyelet nélkül. Biztonságos alternatív lehet az elemes ledgyertyák használata. Ezek nem melegszenek fel és nem jelentenek tűzveszélyt, és ugyanúgy biztosítják az ünnepi hangulatot. A koszorút célszerű, tűzállatára tenni úgy, hogy semmilyen éket anyag legyen a közelében. Ne kerüljön az ablakba, ahol meggyújthatja a függönyt. Érdemes olyan helyre tenni, ahol a gyermekek és házállatok sem férnek hozzá. A fényfüzérek, égősorok, díszkivilágítás kihelyezésekor figyelni kell a megvásárolt eszközök minőségére, figyelni kell a silány, hibás, piacon vásárolt fényfüzéreket. Kültéren csak kifejezetten odavaló díszítést használjunk. Ha a fényfüzér vezetéke vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, esetleg megolvadt, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy tüzet okozzon. Fontos, hogy éjszakára mindig húzzuk ki a fényfűzér vezetékét a konnektorból. Sokan már december elején karácsonyfát állítanak, se az igazi, se a műfenyőt ne díszítsük gyártyákkal, csillagszórókkal. A karácsonyfát a fűtőeszköztől legalább másfél méterre helyezzük el. A biztonságos ünnepekre hívja fel a figyelmet a Csongrácsanál Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya biztonságos ünnepek, forgalmas helyeken kiemelten figyeljenek értékeikre. A pénzt, iratot, mobiltelefont, a kabát vagy táska belső zsebébe, rekeszébe lehetőleg több helyen elosztva tartsák. Parkoláskor győződjenek meg róla, hogy az autót megfelelően lezárták. A gépjármű feltörések elkerülés érdekében a látható helyen ne hagyjanak semmilyen értéket a kocsiban. Az alkalmi lopások megelőzésére vásárláskor ne tegyék a kabátot, táskát, pénztárcát a pultra, ne hagyják azokat a bevásárlókocsiban vagy a kosárban. Az étteremben, kávézóban vagy közben a földre letett csomagra, bevásárlótáskára is érdemes fokozottan ügyelni. Házalóktól lehetőleg ne vegyenek semmit, mert nem biztos, hogy olyan terméket és minőséget kapnak, mint szeretnének. Ráadásul garancia sem jár az ilyen áruhoz. Online vásáráskor is legyenek körültekintőek, előzetesen ellenőrizzék az eladót, weboldalt, keressék az árukeresőben a megbízható bolt megjelölést. A biztonság érdekében választhatják az utánvétes fizetési lehetőséget is. Ha az ünnepek idején az ingatlan hosszabb időre felügyelet Marad. Kérjenek meg egy megbízható személyt, hogy rendszeresen ellenőrizze a lakást, ürítse a postaládát. Egy személyautó beépítési hívó rendszere adott le automatikus vészjelzést november 30-án. Fálnak ütközött a jármű csengelénél. A sofőr megsérült. A Kistedeki és a Kiskonhalási tűzoltók érkeztek a helyszínre. Áramtanították a járművet.